Sziasztok! Szép napot mindenkinek! A március 6-a van, és itt vagyok Biatorbágyon, kijöttem ide az outletbe. Szeretnék venni egy sportcipőt magamnak. Mindjárt nyitnak az üzletek, körülbelül 3-4 perc van. Először a Nike-t veszem célba, aztán ha ott nem kapok, akkor megnézem az Adidas-t. Na, hát szerencsével jártam, a Nike-ba vettem egy cipőt. Itt van. És ugye alapból akciósok itt, ott lett, és akkor még a kiértárból is lejött 30%, úgyhogy így 22 000 helyett 16 valamennyi volt. Szupi. Na, itt a busz megálló, megyek is haza. Pedig jó cuccok vannak, azért érdemes kijönni, és jó kis akciókat ki lehet időnként fogni. Nézzetek, ingyenes buszok vannak, vásárlási maraton, ingyenes különjáratok Szénatérről. Itt van, és március 8-tól 10-ig, péntektől vasárnapig indul a Szénatértől, akkor a nyugati pályaudvar mellől a West End oldalából még több járat van. És akkor itt meg a visszaindulások. Szuper! Sziasztok! Még mindig március 6-a van, most délután 2:45. Most értem haza, ugye ma voltam Biatorbágyon az Premier Outletbe, bár most már Budapest Outlet a neve, azt hiszem. Hazaértem, aztán levetköztem, kicsit felfrissítettem magam, és ettem egy szelet süteményt, amit tegnap sütöttem. 1-2 kockát szerintem bevágtam nektek ide. Nagyon-nagyon finom lett. Egy diós zapsütemény. Dió volt benne, darált dió, egy ilyen 20 vagy 25 dekás, az a, ami a Lidlibe, amit szoktam venni, zacskós, és akkor azt én ledaráltam. Olyan 90%-ba daráltam le, hogy egy kicsit maradjanak benne egy-két ilyen ropogós, hát amennyire a dió ropog, tehát darabos. Azt tettem a tálba, ja, előtte 3 tojást felütöttem, felvertem, tettem bele egy csipet sót, akkor cukor helyett mézet használtam, mikor felvertem a tojást, akkor rátettem a megfelelő mennyiségű mézet, és mit is tettem bele? Egy kis zabtejet, az volt a higító anyag, és utána beletettem ezt a zacskó 20 vagy 25 deka, azt hiszem 20 deka daráldiót, kicsi fahéjat, és zab pejhet elővettem,
egy fél kiló zappelyhet használtam el úgy, hogy a felét ledaráltam, hát ebbe az apritomba, amiben a diót, zablisztet készítettem belőle, és azt ráöntöttem a daráldióra, és a másik fele zappelyhet, meg csak úgy beleöntöttem szemesbe, és akkor tettem bele egy kis citromlevet, egy fél citromlevét. Mit tettem még bele? Hát, ha megsütitek, isteni finom lett. Ja, belereszeltem 2 almát ebbe a tésztába, és akkor igen, ennyi, más nem tettem bele. Ezt jól összekevertem, és akkor még lereszeltem 3 almát külön, és a tortaforma aljára tettem a sütőpapírt, rátettem, ráöntöttem a fele tésztát, mert ugye ez egy elég híg lett, és hát a tejfölnél hígabb, és utána rátettem a 3 reszelt almát, és annak a tetejére meg ráöntöttem a maradék diós tésztát. És ez ment a sütőbe, annyira finom, és ugye nincs benne hízlalós. A hízlalós egyedül benne a méz. De hát a méz azért az mégse olyan, mint egy cukor. Úgyhogy, na, most abból ettem meg egy szeletet, az volt úgymond az ebédem, annyira nagyon finom. Iszom egy korty kávét, pillanat. Egészségetekre. Na, leteszem. Szokás szerint a parkettámra, vagy a parkettára, ez mániám már, többen így megígyezték a családba, de én szeretem ide a fotel mellé letenni. Na, egyébként ott a túloldalon van egy pici asztalka, amit virágtartónak használok. Nem szeretem így a szobába az asztalt. Volt rendes kis faasztal is fehér, előtte meg üvegasztal volt ilyen ezüstös, vagy milyen színű lábakkal, de nem szerettem, aztán oda ajándékoztam. Nem tudom, még kicsi ez a szoba ahhoz, hogy itt asztalok legyenek. Na, de szóval kint voltam a premier outletbe, Biatorbágyon. Azért mentem ki, mert szükségem volt egy sportcipőre, mert most nagyon cipőhiányba szenvedek. Van 2 egyforma bokacsizmám, még szerintem 2 éve vettem őket, vagy 3 éve már szerintem, 3. És, de hát ugye alig hordtam őket, mert, és hozzáteszem, hogy ez mind a 2 teljesen egyforma. Még a Covid előtt, igen, a Covid előtt azon a télen vettem, és megvettem az egyiket, hazahoztam, és rájöttem egy nap alatt, hogy hú, ilyen kényelmes csizmám még nem volt, és másnap visszamentem, és vettem még egy ugyanolyat. És egyébként a Deichmannba vettem ezt annak idején, és ez ilyen medikus márka nevű, ilyen komfort, ilyen kényelmi lábbeli, de én nagyon szeretem, és ahhoz képest, hogy ilyen kényelmi lábbeli, egész pofásan néz ki, bokacsizma, velúr, belül cipzárral, és semmi bumszli nincs benne, mert ugye az ember azt hinné, hogyha ilyen kényelmi lábbeli, medikus az a márka neve, de nem. Na, úgyhogy, de szerintem most már kezdem széthordani a betét részét. Ugyan nem látok semmit a betéten, de most már valahogy úgy ég a lábam mind a kettőbe. Mert tavaly is, mikor hazajöttem Majorkáról, novembertől márciusig azt hordtam, ezt a 2-t, és most is, ugye. És lehet, hogy ez, nem tudom, sok volt a lábamnak, vagy
több cipőt kellett volna váltogatni. Hozzáteszem, mikor hazajöttem, ugye ott kint vettem egy téli sportcipőt, és például itt, ha lemegyek a lakótelepre, a lakótelepen én csak a sportcipőt hordom. Tehát a csizmát csak akkor veszem föl, ha elmegyek a városba, anyukámhoz, orvoshoz, bárhova. Na, mindegy, a lényeg az, hogy megint sok a duma. Szükségem volt egy sportcipőre, és úgy mentem el itthonról, hogy vagy egy fehéret veszek, vagy egy feketét. Na, egyikből se lett semmi. Először elmentem az STK-ba reggel, mert szerintem azt még nem is mondtam nektek. Jaj, biztos, hogy nem mondtam, mert ezen a héten történt, és ugye aztán vasárnap tettem föl az utolsó videót, és hétfőn vagy kedden mentem a STK-ba. Vissza kellett mennem a neurológiára a leleteket megmutatni. Na mindegy, és mikor jöttem volna ki az STK-ból, eszembe jutott, hogy bemegyek a fülészetre, mert hogy ugye mostanában úgy szédültem, meg úgy egyszer-kétszer éreztem, hogy úgy a fülem mögött egy picit érzékeny, nem fájt, csak úgy érzékeny volt úgy az elmúlt 2-3 hétben egyszer vagy kétszer. És ugye a fülészetre nem kell beutaló, úgyhogy bementem, belenézett a doktornő, aki volt, ide, itt semmi, belenézett ide, és mondta, hogy be van gyulladva a... nem tudom mi a fülembe. Úgyhogy egy ilyen cipőfűző, nagyság, hosszúságú gézdarabot, vagy nem tudom mi az, mint egy széles metél, csak szélesebb, és olyan hosszú, mint egy cipőfűző, azt belemártott valami ilyen zselés folyadékba. Csak abból gondolom, hogy zselés, mert mikor megfogtam utána a fülem, akkor olyan zselés lett tőle. És azt egy ilyen nagy fémtűvel így benyomkodtam. Másnap kellett visszamennem, akkor kiszedte, újat tett bele, akkor már egy férfi orvos volt másnap reggel, és ezt 3 napja játszom, ma is ott voltam, de mondtam, hogy holnap nem tudok már menni, mert kirándulni megyek, és mondták, hogy nem baj, most már szépen javul, holnap én húzzam ki, és felírtak receptre egy cseppet, mondta, hogy ne lepődjek meg a patikába, mert szemcsepp lesz ráírva, de a fülembe csepegtessek, 2x2, tehát reggel is 2, meg este is, és ezt maximum hétvégéig játszam el, ezt a 2x2 csepegtetést, és tényleg szemcsepp, mondta a patikus nő. Ja, egyébként itt van. Úgyhogy aztán végeztem is már 8:30-kor ma az STK-ba, és akkor felhívtam az anyukámat, hogy fölmennék meglátogatni, de mondta, hogy már pont veszi a cipőjét, lemegy egy kicsit újságért, meg valami ennivalóért, meg sétálni. Úgyhogy aztán mondtam neki, hogy jó, akkor elmegyek cipőt venni, és majd egy 3-4 óra múlva fölmegyek hozzá, ami aztán úgy is történt. És akkor fölültem a metróra Újpesten, és akkor... elindultam a West End fele, nyugati fele, és útközben találtam ki, hogy én kimegyek Biatorbágyra, úgyhogy elmentem a Kelenföldi pályaudvarig, és onnan volánbusszal mentem ki, és nem kellett a buszon semmit fizetnem, oda mentem a jegypénztárba, hogy kérek egy jegyet, de mondták, hogy mivel, hogy vármegye bérletem van, ezért nem kell jegy, mert hogy én nem tudom, Biatorbágy Budapesthez tartozik. Ja, nem vármegye, mert hogy Pest megye, a Pest vármegye, gondolom. Úristen. Na mindegy. Úgyhogy így ingyen utaztam ki, hát a bérlettel, és akkor, hát végül is a Nike-ba, ott be is jelentkeztem, azt már láttátok, és először a Nike-ba szándékoztam bemenni, úgy is volt, és gondoltam, ha ott nem kapok, akkor bemegyek az Adidasba. És
De hát a Nike-ba megvettem ezt a se nem fehér, se nem fekete, hanem magyarorszín sportcipőt mutatom nektek. Na, ő lenne az, nem tudom mennyire adja vissza a színét, ő szép magyarorszínű. Így néz ki oldalról. Én kicsit bumszlinak találtam, így hirtelen, főleg a lábamon, de hát azt mondta a lányom, mert mutattam neki, wifin keresztül, és mondta, hogy nem, dehogy, meg egy hölgy is ott próbálta mellettem a lányával, így néz ki, és hátulról meg így néz ki. Na. Ugye ez egy ótlet. Na most a rendes bolti ára, amikor még nem ótletben van, az 33.999 forint. De itt az ótletben az ára 22.999 forint volt, és úgy is vettem meg, úgy is próbáltam, hogy ez 1 forint hiány 23.000. Na és akkor úgy döntöttem, hogy megveszem, elmentem a kasszához fizetni, és a legnagyobb megdöbbenésemre mondta a kislány, hogy 16.099 forint. Mert hogy kiderült, hogy még 30% árengedmény van rajta. Úgyhogy nagyon örültem, úgyhogy lejött a 23.000-ből 6.900 forint. 16.099 forintba került. Úgyhogy megvan a tavaszi sportcipőm. Mert már ebbe a télibe, amit Majorkán vettem a hazaútra, már ebbe is ég a lábam, mert ugye ez egy téli sportcipő, és vastag, és nagyon érzékenyek a lábaim. Libák! Ezek nem vadkacsák, ugye? Csak nem csípnek meg, nem? De nagyon szépek!
Milyen hangja van a szél csengőnek? Közös műemlékhajó. Nincsenek sokan. Hol vannak a nyaralók? Elmentek fagyizni, biztos. Kacsák is. Sziasztok, hápikák! Nézetre!
De milyen jó kis játszótér kisgyerekeknek. Gömbkilátó. Komoly, hogy 1:30? Azt szerintem nem jár jól ez az óra. Azért. Így nyaraltunk régen. Egy néni volt a tulajdonos. De jól néz ki így borostyánnal. Ott a gömbkilátó. Jó, és majd itt megyünk fel a lépcsőn, de itt körülnézhetünk. Hát, ha valakit érdekel. Várdomb park erdő. Tehát ott hol a vége? Igen.
Milyen szép. Még így is, hogy nem olyan kék, hanem ilyen szürkés, fehéres. Hú, melyik út vezet itt Budára? Oh. Kalandpark, Balatonboglár. Hú. Én se nem szeretném elhányni magam. Nekem azzal van bajom, semmi mással. Igen, ott voltál, és ott nem kaptál. És itt a gömbkilátó. És ott a Balcsi. Okay. Hogy mondod? Gorombul az idő. Igen? Hát csöpög is, meg bombos. Jó, hát fölmegyünk a gömbkilátóhoz, és elindulunk a vonathoz. Voltunk itt. Ez gondolom szezonba. Kilátója. Szantusz János gömbkilátó. Egyébként nevetni fogsz, de én is kicsit szédülök. Itt vagyunk. Hoppá. Thank you.
Na, itt is voltunk. Irány a vasútállomás. Futás haza az eső elől. Azt nézzük, ami erre van. Úgy gyümölcsöt árulnak. Olyan gyönyörű van a 14-es villamos vonalán. Lila. Egyébként marha jó. Csak én már ehhez ügyetlen vagyok, meg félős. Nézd meg, az igazi, a madzagos. Látod? Mm-hmm. Szuper jó. Kötélpálya. Na. Hát ott szerintem az is van a kötélpályán. Az még elég kicsi volt. Mekkora ma fal? Mászófal. Kötélpályás, nem lő, ha menég vár, 3D-kronika, ejtőgép. Egyébként szuper jó. Igen, japán szilva, azt hiszem az a neve, nem? Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek! Ma március 8-a van, péntek. És amit most láttatok, az a hétköznapok szépségei. Megőrülök! Na, ugye vízórát cseréltek a lakásba, múlt hét pénteken itt a konyhába kettőt, illetve a fürdőszobába kettőt. A vízóra szerelő, mikor bekötötte a vízórákat, mondta, hogy tessék ide jönni, van ott két cső, az a neve, hogy flexibilis cső, és az egyik vízkövesedik. Ki kell cserélni, mert hogy szétdurranhat. Jó, hát ő ebben nem tudott segíteni, elmentek. Elmentem a Obiba, vettem két flexibilis vízcsövet, és most a héten a házban a gondnokunk volt olyan aranyos, hogy be is szerelte nekem ezt a két flexi csövet. Aztán ugye ki kellett ürítenem, ez amit itt mutat. Tehát ezek nekem a mosogató szekrény alatt van a spej szekrény, ahol ezeket a szerszámos ládákat tartom. És mindent ki kellett pakolnom, már múlt hét csütörtök óta, tehát tegnap volt egy hete, hogy itt vannak a konyhapult alatt a kövem. Na, és amikor beszerelte a gondnokunk a flexibilis csövet, nem pakoltam mindjárt vissza, mert el kellett mennem hazulról, de biztonság kedvéért oda tettem egy pár réteg papírtörlőt, és mikor hazajöttem pár óra múlva, akkor tapasztaltam, hogy a papírtörlő félig vizes lett.
Úgyhogy ezek után azóta se pakoltam vissza, szóltam a gondnoknak, hogy mi történt, és tegnap pont vízelzárás volt a házba, az összes tangot elzárták, mert valami szerelés volt víz. És ugye szóltam még tegnap előtt a gondnoknak ez miatt, és akkor tegnap aranyos volt, a egyik vízszerelőt felhozta, amikor szüneteltek a munkába, vagy befejezték a házba a munkát. De nem tudta a fiatalember a hibát kiküszöbölni, valami főnyomócső, vagy mi a fene. Általában el van rohadva. És mondták, hogy ez így veszélyes lehet, mert hogy a nyomástól szétrobbanhat a víz, és ugye mi 10-en lakunk, elászhat alattunk a 9 emelet, hurrá. Úgyhogy most ki kellett pakolnom ebből a spejszekrényemből, mert hogy ugye itt vannak mögötte a csövek. És kiszedtem az összes mindent, ami benne volt. Kiszedtem a polcokat, ott vannak. És ha minden igaz, hétfőn jön egy szerelő, aki meg fogja nekem csinálni. Úgyhogy most elődolgoztam. A péntek van, hát hogy haladjak is. Úgyhogy várom hétfőig a szerelőt, mondta, hogy majd hétfőn ilyen dél körül jön. Ne aggódjak, mert addig dolgozik valakinél a házba. Ez egy másik szerelő, ugye nem az, aki itt följött, de ő ajánlotta, úgyhogy le is beszéltem vele tegnap telefonon. Remélem nem fog soká tartani. Kérdeztem, hogy előreláthatólag körülbelül mennyibe fog kerülni, nem tudta megmondani, úgyhogy tiszta izgalom az egész. Na, úgyhogy ilyen jó dolgokkal vagyok elfoglalva. Az élet apró szépségei. Na mindegy, ennél nagyobb baj ne legyen. Most így szekrénykipakolás meg polclemosás közben főztem egy tejberist, és valószínű, hogy csinálok egy kis rizskókot belőle. Isten élet, van olyan fincsi. Megint sziasztok, és még mindig 8-a van. Most már olyan 11 óra van, 10:30, bocsánat, és nem voltam a Spárba, vettem pár dolgot, mutatom nektek. A blokk alapján fogok végigmenni. Először is vettem ezt a Szilán szenzitív öblítőt, 1599 forint, de most akció van rá, 200 forint, azt levonták, úgyhogy így 1399 forintba kerül. Ez a 76 adagos, 1672 milliliteres. Jó. Akkor vettem egy Ariel folyékony mosópúrt színes ruhához, mosózselét, nem port, ez 43 adagos, 2150 milliliteres, és 4399 forint lett volna, de lejött belőle 400 forint, mert akció van rá a Spárba, úgyhogy ma 3899 forint. Vettem 2 pulykadarált húst, fél kilós, 999 forint csomagja. Vettem egy 12%-os tejfölt, ez a nagy pohár, 450 grammos, 369 forint volt. Vettem egy vecsési savanyú káposztát, 1 kilóst. A káposzta
999 forintba került az eredeti ára, de volt ilyen 20%-os pár kuponom, arra lejött 200 forint, úgyhogy így 799 forint volt. Vettem ezt a fejes káposztát, 279 forint most kilója, és 599 forint lett volna, de 20%-os kuponnal lejött 120 forint, úgyhogy így csak 479. Vettem egy fél kilós félzsíros túrót, majd ebből egy kis túragombócot akarok hétvégén készíteni. A túró 749 forint volt. Akkor vettem egy zappehelylisztet, egy ilyen fél kilóst, 699 forint, de volt rá egy 20%-os kuponom, így csak 549 volt. Vettem három darab császárzsemlét, 75 forint darabja. Vettem a levesemet, tudjátok, ezt én eszem csak. Ez a szmekleves, marhahúsos, jó csípős, nagyon szeretem, 399 forint darabja. Akkor ezt a három darab vörös hagymát vettem a káposztába, 499 forint most darabja. És már még vagy két szem van itthon. És ennyi. Ennyit vettem, ezekért fizettem 11.554 forintot, hagytam ott. És akkor én le is zárnám ezt a videót. Mondjuk azt, hogy a heti videó eddig tartott, a vlog, mert már így is megint nagyon hosszú lesz, pedig most sem történt semmi különös a héten, kivéve, hogy nekem ilyen vizes bajaim vannak itthon. Már hogy ilyen vízszerelési, na mindegy. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélem mindannyian jól vagytok. Remélem sok virágot kaptok, illetve kaptatok, vagy csokikát a fiúktól a családba, hiszen ma van nemzetközi nőnap. És kívánok nektek hétvégére nagyon jó pihenést, jó kikapcsolódást, vigyázzatok magatokra, sziasztok!